Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nyolc már az óra, vár benneteket hát a tóra, gyertek tanulni. Kedves barátaim, jó estét kívánok, mindjárt Jonatán vagyok ismét. Vasárnap este van, két napja nem találkoztunk már. Remélem mindenki kipihente magát a hétvégén. Jó estét kívánok Máté Lalának, jó estét kívánok Villő, itt van Dávid, Beáta, Kati, Zsolt. Jó estét kívánok mindannyiótoknak gyülekezik a kemény, meg itt van József is, szeretettel üdvözlök mindenkit, Szilágyi Tomi, barátomat, a kemény mag gyülekszik, itt van Zsuzsa, Mária, és még sokan mások. Jó estét kívánok, Ádám! Összesen egy árva, egy kérdés árvál, árválkodott a postaládában. A postaládában egy csomó minden volt, csak kérdésből egy volt. Nagyon kedvesek vagytok, akik írtok szinte napi rendszerességgel. És volt egy olyan kérdés, amiről azt gondoltam, hogy érdemes, érdemes lenne röviden, röviden beszélni. Jó estét kívánok, közben szeretettel üdvözlöm Erikát, Áslaci barátomat, Károlyt, Nándort, Endrét, Tündét, Erzsébetet, természetesen Lászlókat. Jó estét kívánok Kálmánnak is. Örülök, hogy itt vagytok ilyen sokan. Azt kérdezte valaki, miért gondolja a kedves rabbi, hogy a vallásnak bele kell folynia a politikába? Nem tartom helyesnek egy vallási fórumon, igehirdetésen, templomban a, a politikai kampány, bármely ország, bármilyen jelöltjéről legyen is szó. Gondolom arra gondolt, hogy a Ugye a blogomon, illetve hát ezen a Facebook oldalon is azért rendszeresen osztok meg politikai gondolatokat. Én, nem, én, én megmondom őszintén, hogy ezt tudom, hogy egy kicsit középkori gondolat, amit most mondani fogok, de én nem hiszek. Um, én. én, én Oké, okay. akkor nézzük, próbálom értelmesen megfogalmazni. Alapvetően azt gondolom, hogy a vallás az nem egy. az nem, egy, az, nem az embernek a, az nem egy. az nem kizárólag egy spirituális ügy. A vallás az, az embernek a világlátása, a vallás az embernek az, embernek az élethez való hozzáállása. Az embernek a vallása, az embernek a hite, hogyha ez nem manifestálódik, ugye erről számos alkalommal beszéltünk itt ezen a fórumon, hogy amikor főként abban a kontextusban, amikor azt mondtuk, hogy a zsidó vallás az azért helyezi ilyen nagy hangsúlyt a gyakorlati dolgokra, azt, hogy az ember hogyan él, mert azt abban hiszünk, hogy, hogy ez a hit, ez a vallás, ez egy, ez egy evilági vallás, és itt az a, mi abban hiszünk, hogy a, 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 teremtő azt akarja megmutatni nekünk, hogy ezen a világon hogyan éljünk. Most, ez hogy lehet ezt, ugyan, ugyan ugyanezt hogy lehet külön választani a politikától, vagy a, 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 a kormányzástól? Semmilyen módon nem lehet külön választani. Én tudom, hogy, tudom, hogy cirka 200 éve már szét lett választva az egyház és az állam. Én ezt jól tudom másrésztről. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy a vallás, a, a, hitnek, a vallásos életnek, nem egy, ez nem egy, nem egy a, a hit az nem egy olyan dolog, amit az ember a hálószobájában hobbiként, mint, mint, egy, mint egy, hobbi, amit gyakorol, amikor nincsen jobb dolga, vagy amikor, amiben, ami örömét leli. Itt arról van szó, hogy mindent, az egész életünket ezt szerint éljük, az egész életünket a hitünk szerint éljük, az egész életünket a vallásunk szerint éljük. Miért pont a politikai meggyőződésünk lenne mentes a vallástól? És ami az én konkrét blogomat illeti, vagy ezt a Facebook oldalt akár, vagy a podcastet, vagy ilyesmit, én nem, én nem állítottam egy percig se, hogy ez egy kizárólag, ez egy ige hirdetés, vagy hogy fogalmazott a kedves kérdező, valási vallási fórum, ki kizárólag az ige hirdetés van szó, szóval nem, nem, ez az én személyes blogom, ahol én, ahol én közreadom azt, ami a fejemben jár. Most miért fosszalak meg benneteket hát attól, azoktól a gondolatoktól, amiken gondolkodom, amik engem, amik elgondolkodtatnak, vagy amiken én morfondírozom. És hogyha azok politikai természetű dolgok, akkor politikai természetű dolgok. Ugye, akik korábban figyelték ezt a, ezt a tanulást, akkor ott olvashatták, hogy a, a pont az atyák tanításaiban, az atyák traktátusában van egy, van egy gondolat, ami azt mondja, hogy, ne, hogy egy, egy, egy zsidó ember ne kerüljön túlságosan közel a hatalomhoz, mert, mert a hatalom csak önös érdekeire használja az embert, addig, amíg szükség van rá, addig ö, ö, használ téged, és amiután nincs rá szükség, azután eldob, mint, egy, mint egy, nem is tudom, mint, egy, mint, egy elhasznált, mint egy elhasznált rongyot. Um, hogy is fogal, hogy is, ugye megkeresem, hogy hogy fogalmaz a, hogy fogalmaz a misna, de most lehet, hogy nem fogom megtalálni, persze. Um, de mindegy is, a, a lényeg ez. Másrésztről, másrésztről azt, azt, látjuk, másrésztről azt látjuk, hogy um, van egy nagyon érdekes gondolat, ezt közben kikeresem, van egy nagyon érdekes gondolat Eszter könyvében. Eszter könyvé, nem tudom, hogy ki az, akik ismerik, akik olvasták Eszter könyvét, ugye Purimkor, a zsidó Purim ünnepén fogjuk felolvasni kétszer este és reggel is Eszter könyvét, és a, az Eszter könyvében van egy nagyon érdekes, van egy nagyon érdekes gondolat, méghozzá az utolsó, az utolsó vers a könyvben, mindjárt mutatom is, mindjárt föl is olvasom pontosan az eredeti szöveget. E, azt szóval, mondja, hogy itt van, megvan. Az utolsó, a tizedik fejezet utolsó verse. Azt mondja, azt mondja az eredeti Héber Eszter könyvében, hogy arról van szó, hogy Mordechai Eszternek a nagybátyja, aki a zsidó ügyek intézője, ő bent ült, a királynak a ő volt a királynak a miniszterelnök, a minisztere, miniszteri kabinetben. Ugye a Eszter könyvében van egy gonosz figura, úgy hogy Hámán, aki arra törekszik, hogy kiírtsa a zsidó népet, de nem tudja, hogy a király közben feleségül vette, az azt tudja, hogy feleségül vette Eszter, de azt nem tudja senki, hogy Eszter egy zsidó nő, és Eszter végül is megmenti a zsidó népet, mert amikor a király, a király Hámán kiadat a királyjal egy, 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 egy halálos ítéletet a zsidó nép ellen, akkor Eszter felfedi a királynak, hogy valójában ő is zsidó származású, ő is zsidó, és ez menti meg tulajdonképpen a zsidókat a, zsidókat a, a pusztulástól. És amikor az egész történet, az egész történet végén Hámán megkapja a büntetését, Hámán, felakasztják, a zsidó nép megmenekül, azt olvasjuk, tizedik fejezet, harmadik vers, ki Mordechája mis néle Melechachas véros, a zsidó, a második ember volt a királyi udvarban, Ahasvoros király után, szóval ő volt a, a, második ember a királyságban, ve gadole judém, és nagy volt a zsidók szemében, ve rácúj le és és a legtöbbjük szemében, mármint a legtöbb zsidó testvére szemében, a legtöbb zsidó testvére szemében Mordechai kegyet talált, vera szúj a legtöbbnek a szemében kegyet talált, dores tovlámo, ve dover le mert jót tett a népével, és békét teremtett minden leszármazottjainak, és kommentátorok felhívják a figyelmet arra, hogy mire, mire gondol a vers, amikor azt mondja, hogy a, leg, a, a Mordechai a zsidók, szem, a zsidók többségének a szemében talált kegyet azzal, hogy ő volt a király után a második ember. Hogyhogy hogy nem minden zsidó örült ennek. Hogy, hogy nem örült minden zsidó annak, hogy Mordechai volt a miniszterelnök Perzsiában. És kommentátorok azt mondják, hogy sokan voltak a zsidók közül, akik úgy vélték, hogy miután elhárult a veszedelem a zsidók feje fölül, azután Mordechainak vissza kellett volna térnie, vagy ki kellett volna vonulnia a politikából, ki kellett volna vonulnia a közéletből, és vissza kellett volna menni a tanházba, és tanulnia, hát egy rabbi volt, egy proféta volt, és így tovább. De Mordechai nem ezt választotta. Mordechai azt választotta, hogy közel marad a királysághoz, közel, közel, marad a királysághoz, marad a miniszterelnök, mert csak azért, mert elhárult a veszedelem a zsidó nép feje fölül, ez nem jelenti azt, ez nem jelenti azt hogy, hogy akkor ő most már mehet is nyugdíjba. Hiszen sose lehet tudni, hogy mikor lesz megint veszedelem. Szóval azt látjuk, a bibliai, ebben a bibliai történelemben azt látjuk, hogy igenis, igenis foglalkoznak, ugye még egyszer, Mordechai proféta volt, most beszélünk, hogy a Mordechai élt a Babiloniai fogság végefele. Az az első szentély pusztulása után volt ugye a 70 éves, 70 babiloniai fogság, ez, annak az Eszter, tör, olvasott történet, a Purimi történet, a babiloniai fogság vége történt, és ezután épült fel a második Jeruzsálemi szentély. Tehát beszélünk időszámításunk előtti 5. századról. Az időszámításunk előtti 5. századról. És ekkor már zsidók, ugye Perzsiában, tehát Babilóniában, Perzsiában, akkor fontos politikai, fontos politikai pozíciót, vagy fontos pozíciót kaptak. És, úgy gondolták, hogy a diaszporában, ugye a Babilónia az egy diaszpora volt, ez egy számüzetés volt, akkor is kötelesek vagyunk ö, a, a zsidóság érdekeit ö, érvényesíteni a, a, a mindennapi politikai életben. A középkorban később számtalan példát találunk arra, hogy zsidók fontos politikai posztot töltöttek be. Például a, ugye a spanyolországi zsidó aranykor, ez egy majdnem 500 éves időszak volt, körülbelül a 10. századtól a 16. századi, 15. századig, ugye a zsidókat kiűzték Spanyolországból 1490-ben, és azt megelőzően majdnem 500 évig a zsidók nagyon jól éltek Spanyolországban, főleg az első 300 évben, amikor még muszlim fennhatóság alatt volt az ibériai félsziget, aztán később keresztények visszafoglalták a muszlimoktól szépen lassan, fokozatosan az ibériai félszigetet, de amíg iszlám, amíg muszlimok fennhatóság alatt volt, legtöbb időben, leghosszabb időben a zsidók nagyon jól éltek, és később aztán a keresztények királyok alatt is viszonylag jól éltek a zsidók. Egészen egészen Ferdinánd és Izabella királyságáig az 1490 es években, amikor ki, vagy 80 es években, amikor aztán 90-ben végül is kiűzték a zsidókat az Ibriai félszigetről teljesen. Egy részüket erőszakosan megkereszteltek, egy más, másik részüket meggyilkoltak, és egy jelentős részük pedig egyszerűen el, 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 szóval lehetőséget kapott arra, hogy elmeneküljön és elmenekült. Most beszélünk összesen körülbelül. Körülbelül 500 ezer zsidóról, aki akkor Spanyolországban élt, amit nem, amit nem Spanyolországnak hívtak akkor, csak én mondom, az Ibériai Félszigeten élt, kb. 500 ezer zsidó. Ez volt a legnagyobb, ha úgy tetszik, holokauszt a, a holokausztig, ez volt a legnagyobb népírtás, a legnagyobb ö, 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 ilyen tragédia a zsidó történelmel a spanyol számüzetés. Ö, közben Áslat írja a marannókat. A marannó, ami is spanyolul disznót jelent, ezek ö, az nem minden zsidó volt, okay, hogy nézett ki a dolog. Ugye, a, a, tulajdonképpen az, azt a lehetőséget kapták a zsidók 1488-ban, két év állt rendelkezésükre, hogy elhagyják az ibériai félszigetet, vagy kikeresztelkedjenek. Voltak zsidók, akik, akik nem, akik hajlandóak voltak kikeresztelkedni, főként azért, mert féltették, nem akarták otthagyni a házukat, a üzletüket, a vagyonukat, stb. Ezeknek a zsidóknak egy része, ezeknek a zsidóknak egy része nem ö, vált igazi keresztényé, mert nem meggyőződésből vették fel a keresztény hitet, hanem erőszak miatt vagy vagy kényszerből. ez a jó szó kényszerből vették fel a keresztény hitet, nem pedig ö, nem pedig meggyőződésből. Akik meggyőződésből vették fel a keresztény hitet, azok természetesen jó keresztények váltak. Akik nem meggyőződésből vették fel a keresztény hitet, hanem hanem ö, 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 hanem erőszak alatt vagy kényszerből azok, azok közül jó sokan megtartották titokban, titokban megtartották a zsidó ö, vallási gyakorlatokat, nem nyilvánosan, de az otthonaikban. Őket hívjuk marannóknak vagy ö, maranusoknak, akik olyan zsidók voltak, akik titokban megtartották a zsidó hagyományokat. Egyébként nem tudom, hogy mennyien tudjátok, de ő miattuk alakult a Szent Inkvizíció. A Szent Inkvizíció az, az eleinte nem boszorkányok üldözésével foglalkozott, sőt, kifejezetten nem, hanem olyan zsidó küldözésével foglalkozott, olyan zsidókéval, akik felvették a keresztény hitet ugyan, de titokban gyakorolták a zsidó vallást. Mert az ő felfogásuk szerint, ha valaki keresztény, akkor utána már ne gyakoroljon zsidó ö, ö, vallási szokásokat hiszen onnantól meg ez már keresztény volt. a, a Szent Inquizíciónak nem a zsidók, azokkal a zsidókkal volt baja, akik zsidóként éltek, hanem azokkal a zsidókkal volt baja, akik keresztényként éltek. E, bárhogy is legyék, e, amikor még, hogy azt kérdezett Csilla, hogy Szent az inkvizíció. nem, hát nyilván nem Szent, csak így hívták magukat. Szent inkvizíció. Az Inquizíció. E, Szóval, mi stört, szóval, szóval, csak annyit még, hogy a, a, ebben a spanyolországi zsidó aranykorban, ebben a 3-400 évben még a tragédia előtt voltak, főként a az ibériai félszigeten, ugye, mint tudjátok, berber törzsek Afrikán keresztül elfoglalták az ibériai félszigetet, és tulajdonképpen a francia határig az egész ibériai félsziget, a mai Spanyolország és Portugália az arab fennhatóság alatt volt, körülbelül 500 évig, 400 valahány évig, és ez alatt mondom, a zsidók, zsidók is éltek ott, bejöttek a berber törzsekkel együtt, a berberek egyébként relatíve toleránsak voltak a többi muszlimhoz képest, szóval nem volt egy, fun, egy liberális társaság volt, és liberális társaság volt, és, és, és tulajdonképpen a zsidókra a, az araboknak szükségük volt, ugyanis az arabok a keresztényekre nem úgy tekintenek, mint nem monoteista vallás, vagy ezek az arabok, szóval most nem akarok általánosítani, de mégis általános, ezt mindig elmondom, hogy nem akarok általánosítani, mert mert az, arab, a, az iszlám vallás sem homogén, mint ahogy a keresztény vallás sem homogén, meg a zsidó vallás sem homogén, de az egyszerűség kedvéért azok az arab törzsek, azok a muszlimok, akik, akik az Iberi Félszigetre jöttek, ezek a berber törzsek, ezek ezek elég liberálisok voltak, de a keresztényeket nem fogadták el, mint monoteista vallást, és ezért az ő hitük tiltotta, hogy a keresztényekkel üzleteljenek, vagy fenntartsanak diplomáciai vagy kereskedelmi kapcsolatot. Ugyanakkor viszont a szibériai félszigeten elkerülhetetlen volt, hogy ne tartsanak diplomáciai vagy kereskedelmi kapcsolatot keresztényekkel, hiszen az összes környező ország keresztény ország volt, hogy Európa környező országai, Franciaország, Olaszország és így tovább. Ezért szükségük volt a, annak idején a szükségük volt ezeknek a berber araboknak vagy vagy muszlimoknak, szükségük volt a zsidókra, mert a zsidók voltak a, 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 a közvetítők, a a a, a, a közvetítő emberek. Az arab, az arab meg, megbízta a zsidót, és a zsidó, vagy a muszlim megbízta a zsidót, és a zsidó ment a keresztényhez, mert, mert az arab szemében természetesen a zsidó monoteista volt, viszont a keresztény meg nem. És ezért voltak időszakok, a, sőt, tulajdonképpen az araburalom, az ibériai félszigeten az arab uralom leghosszabb ideig, ideje alatt a, a zsidók nagyon fontos pozíciókat be. Volt olyan, hogy a hadsereg főparancsnoka zsidó volt. Nem csak, hogy főpar, nem csak, hogy zsidó volt, hogy kiváló rabbi volt. A korának a legnagyobb, egyik legnagyobb rabbia volt. Ez szinte elképzelhetetlen, hogy a, a hadsereg főparancsnoka, a külügyminiszter, ezek mind zsidók voltak. Olyan emberek, mint Shmuel Hanagid, Rabbi Shmuel Hanagid egy óriási tudós volt abban az időben, a 12. századról beszélünk, 11. századról beszélünk, ő, zsidó, ő, egy, ő, egy, zsidó rabbi volt, és ő volt a hadsereg főparancsnoka. Aztán később még sokan voltak, Don Yitzhak el, az egyik leghíresebb, ő már a keresztények alatt, még az arabok alatt kezdett, aztán a keresztények, amikor átvették az uralmat, akkor ő, őt megtartották, mint pénzügyminisztert. Donitz az A Bárban el Tórahoz írt kommentárját minden, minden nap tanuljuk. Ez egyik legfontosabb kommentár. Az egyik legfontosabb Tóra kommentár, az A Bárban kommentárja. Aki pénzügyminiszter volt, a pénzügyminiszter volt a spanyol király udvarában. Tehát számtalan és ezernyi példa van arra, hogy zsidó emberek fontos pozíciókat töltenek be a kormányzatban, és politizálnak, és véleményük van a politikáról és megosztják a véleményüket, és nem, nem tartom én ezt egy... Csak visszatérve a kérdésre, vagy hát a kérdés, hogy erre vonatkozott, én, nem, én, én, azt gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy az embernek a vallása az nem csak arról szól, hogy mit imádkozik, hanem arról is szól, hogy hogyan látja a világot. És az, hogy hogyan látja a világot, abban benne van az is, hogy hogyan látja a politikai életet. Akár Magyarországon, akár az Egyesült Államokban, akár pláne Izraelben. Úgyhogy ezért... Én ezért nem, tartom örd nem, nem látom ördögtől valónak azt, hogyha ha az ember politizál. Még egyszer az én blogom, ez nem feltétlenül kizárólag egy, egy... egy, 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 hogy is fogalmazott a kedves kérdező? Egy... egy egy, egy ige hirdető, egy ige hirdető blog, vagy blog. Azt írja a Vitma József, hogy a magyar szabadságharcban 48-49-ben is sok zsidó harcolt. Igen, igen de az, 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 azért nem jó példa erre. Az első világháborúban is nagyon sok zsidó katona harcolt, és egyébként a második világháborúban is. Mind az egyik oldalon, mind a másik oldalon. Ugye? De, de, az azért nem jó példa, mert ott nem, most nem arról beszélek, hogy be, besorozták. Hát a besorozták, besorozták. Voltak egyébként, az, főleg az első világháború, meg 49 es szabadságharcban, ugye a magyar oldalon elhivatott zsidó katonák álltak az osztrák, az old, osztrák oldallal szemben. De én most nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy, hogy egy zsidó ember politizáljon-e vagy nem. Persze, hogy politizáljon, miért ne Sőt, politizáljon. És hogyha Isten hála a Teremtőnek jogunk van egy, ma, ma, Magyarországon és egyébként a nyugati államokban, tulajdonképpen mindenhol a világon a zsidók egyenrangú állampolgárként élnek, ami egy fantasztikus ajándék a Teremtőtől, ilyen nem volt az elmúlt 2000 évben. Igazából nem volt ilyen az elmúlt 2000 évben akkor azt gondolom, hogy az ember éljen a választójogával, és éljen a, a törvény adta jogaival. Éljen a törvény adta jogaival. Ha már olyan szerencsések vagyunk, de ne, ne, ne vegyük őket, ezeket a törvény, a törvény adta a jogainkat, ezeket ne vegyük, hogy mondjam, készpénznek. Ezeket ne vegyük készpénznek mindig múltkor is, múltkor, jó múltkorában, akkor mentünk szavazni a feleségemmel, akkor én, 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 mindig, amikor, amikor országgyűlési választások vannak, vagy önkormányzati választások vannak, vagy Európai Uniós választások vannak, vagy amikor választások vannak, akkor én azon morfondírozom, mindig azon morfondírozom, hogy micsoda, milyen szerencsés ember vagyok, és milyen áldott időszakban élek, hogy Magyarországon szavazati jogom van sokan a, a progresszív, progresszív, liberális barátaim közül azt mondják, hogy hát persze, hát persze, miért lenne, miért lenne, szavazati jogot? Hát ugyanolyan magyar állampolgár vagy. Na igen, csak 70 éve nem voltam ugyanolyan magyar állampolgár, vagy 75 éve. Tehát igen, csak ezeket ne vegyük már készpénznek. Az ember ne vegye ezt készpénznek, hogy ez persze, ez, 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 ez alap, hogy az embernek van szavazati joga. Nem, nem alap. Nem alap. És hogyha belegondoltok, száz évvel ezelőtt a nőknek nem volt szavazati joga. És ne vegyük ezt, nem azt mondom, hogy nem azt mondom, pontosan azt mondjuk, örüljünk neki, és adjunk hálát a teremtőnek, és, és örüljünk, hogy, hogy egy, ilyen, egy, ilyen, békés és egy ilyen áldott időszakban élünk. Ez szerintem egy fantasztikus nagy ajándék. Száz éve nem volt a nőknek szavazati joga. Most pedig van. Ne vegyük készpénznek. Én nem azt mondom, hogy így helyes, hogy van. Természetesen, ez nem is kérdés. Így helyes, hogy van. De hogyha megkérdezed, megkérdezted volna az ükanyádat, hogy szerinted normális az, hogy a nőknek van szavazati joga, akkor azt mondták volna, hogy nem. Mi? Én nőknek nem is volt szavazati ne vegyük készpénznek, adjunk hálát minden nap, De semmilyen jó dolog, ami van az életünkben, azt ne vegyünk készpénznek. Ez, nem, ez, nem, ez ez egyáltalán nem alap. És az, hogy a zsidóknak van szavazati joguk Magyarországon, és Franciaországban, és Ausztriában, és Németországban, és az Egyesült Államokban, és Angliában, és mindenhol máshol a szabad világban, ez egy fantasztikus nagy ajándék. Ez, ez egyáltalán. És ezt nem veszem készpénznek egyáltalán. 80 évvel ezelőtt ez egyáltalán nem volt magától értetődő. Egyáltalán nem volt magától értetődő. 80 évvel ezelőtt föltettek volna a vonatra, és Auschwitzban Auschwitz pakolnak le a marvagonról. Most pedig elmehetek, és gyakorolhatom az állampolgári jogomat, és állampolgári jogomban szavazni, ez egy fantasztikus nagy ajándék. És én ezt nem veszem készpénznek, őszinte leszek hozzátok, én ezt nem veszem készpénznek egyáltalán, és nem veszem magától értetődőnek egyáltalán. Hanem hálát adok a teremtőnek, hogy olyan korszakban élek, ahol szabadon elmondhatom a véleményemet, ahol Szabadon kinyilváníthatom a politikai véleményemet, vagy egyáltalán a véleményemet a világról. Ezért ezt egy fantasztikus, nagy ajándéknak tartom. Egyáltalán nem tartom magától értetődőnek. És sajnos látjuk a jeleit annak, hogy a világon, nem pont Magyarországon, de vannak helyek a világon, ahol ez még mindig nem magától értetődő. És látjuk a jeleit annak, hogy nem biztos, hogy ez, hogy ez mindig magától értetődő lesz. Ne a Isten, eljöhet még egy olyan idő, amikor majd nem lesz megint magától értetődő. Úgyhogy, úgyhogy én, ezzel a, én ezzel a szemlélettel állok a dolgokhoz. És tudom, hogy ez egy kicsit pessimista, és tudom, hogy ez egy kicsit lehangoló, és tudom, hogy, hogy nem vagyok egy. Én még ma se tudom megszokni ezt. Még ma se tudom megszokni azt, hogy én. Nekem van egy ugyanolyan útlevelem és személyigazolványom, mint bármelyik másik magyar, pol, magyar polgárnak. Amiben nincs beleírva, hogy izraelita, amiben nincs beleírva, hogy katolikus, hanem egy, egy ugyanolyan személyazonosság, ugyanolyan személyi okmányom van. Én ezt, én ezt egyáltalán nem veszem magától értetődőnek, megmondom nektek őszintén. Egyáltalán nem veszem magától értetődőnek. És hálát adok a Teremtőnek minden nap azért, hogy ez így van. És imádkozom, hogy ez mindig így is legyen. Hogy továbbra is így legyen. És ezért azt gondolom, hogy igenis, ha már viszont, ha már viszont ö, ö, megadatott nekem ez a, ö, ez a, jog, és ha már viszont megadatott nekem ez a, ez a privilégium, akkor igen, miért, ne vélemény, mérne nyilváníthatnék véleményt politikai kérdésekben, zsidóként? Miért nem mondhatnám el a zsidó álláspontot, a szerintem zsidó álláspontot politikai kérdésekben? Reméljük, hogy nem fog vissza. Reméljük, hogy nem fog, reméljük, hogy a történet nem ismétli meg önmagát, bár tudjuk, hogy mindig megismétli. Mondom még egyszer, sajnos vannak, draszti, sajnos vannak drámai jelek, amelyek arra utalnak, hogy nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Úgyhogy használjuk, örüljünk minden persze. És ezért, amikor választások vannak, kutya kötelességem elmenni szavazni. Ha már ilyen szerencsés és ilyen áldott vagyok, hogy hogy, 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 szavazati jogom van, akkor biztos, hogy gyakorolni is akarom. Egészen biztos. És ezt mondom, mondom ez zsidóként, de ez nem csak zsidókra igaz. Ez mindannyiótokra igaz. Vannak itt a hallgatóságban hölgyek. A hölgyeknek nem volt régen szavazó szavazati jog. Az Egyesült Államokban nem volt szavazati. Az Egyesült Államokban nem volt szavazati joguk a nőknek 1920 nem tudom, 20 előtt. Ez egyáltalán nem egy magától értetődő dolog. Úgyhogy álljunk meg, és mindig érdemes megállni egy pillanatra, kicsit körbenézni, és, és hálát adni a teremtőnek a jóért, a jó, azért, hogy ilyen időkben élhetünk, mint most. Mondom még egyszer, ezt tudom, hogy egy kicsit, kicsit pessimista, és tudom, hogy egy kicsit, nem is tudom, csak azt gondolom, hogy érdemes az életet egy kicsit a perspektívából nézni. És nem, nem pedig Föl, fölhúzni magadat mindenen. És igenis, egy zsidó ember, egy a zsidó ember a diaszporában, amikor a diaszporában van, akkor, akkor húzza meg magát, nem azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy gondolja át, hogy ez egy olyan társadalomban élünk, ami egy, ami egy abszolút ma Magyarországon, és az elmúlt 30 évben Magyarországon egy abszolút nyitott és, és, és bőkezű és toleráns társadalomban élünk. Ez egy fantasztikus nagy áldás. Ez nem volt így, ez nem volt így 30 évvel ezelőtt? Mármint 30 évvel, szóval 30 évet megelőző időszakban. És azelőtt nem volt így soha. Úgyhogy érdemes az embernek néha megállni, és, és tényleg összetenni a kezét, és azt mondani, hogy a teremtőnek hála, hogy egy ilyen, egy ilyen országban élhetünk, és egy ilyen világban élhetünk. Ugye pont most, most a múlt héten Múlt héten lehetett tapasztalni ezt a szörnyű, hogyha Franciaország, most meg kicsit politizálok, de ha már ilyenem ilyen van, akkor már, akkor, akkor most, már, most már, akkor a legyen kövér. Ugye lehetett tapasztalni, lehetett olvasni Franciaországban, meg hallani a hírekben, Franciaországban milyen brutális mészárlás volt Nidzában. Két embert lefejeztek, nem pont egymás után, de ugye volt ez a tanár, aztán később egy templomban megkéseltek, egy egészen elképesztő egészen elképesztő brutalitás és egészen elképesztő az, hogy tehát még egyszer ne vegyünk semmit, ne vegyünk semmit készpénznek, ne vegyünk semmit magától értetődőnek, mert ahhoz, hogy egy ilyen, ahhoz, hogy ez a, ahhoz, hogy ez a világ, ahhoz, hogy ez a világ uh, uh, ilyen maradjon ehhez mindannyiunknak tenni kell, mindannyiunknak, uh, 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 mind, és hogy tudunk tenni ezért? hogy tudunk tenni ezért? Ha, a, a, a minimális dolog a minimum amit csinálunk az az hogy elmegyünk és szavazunk négy évente. Az a minimális dolog, amit tehetünk azért, hogy hogy, hogy megőrizzük az utódainknak, a gyerekeinek és az unokáinak ezt a szabad és prosperáló világot ami most van. És tudom persze, hogy nem mindennyiunk az élete prosperáló most. Van, akinek nehezebb, van, akinek egy kicsit könnyebb, van, akinek egy kicsit nehezebb, és van akinek nagyon sokkal nehezebb. De mégis egy olyan világban élünk, ahol, alap, ahol, ahol szabadság van, ahol alapvetően béke van, Hát én még emlékszem, hogy nem vagyok egy öreg ember, 45 éves leszek most februárban, nem vagyok egy idős ember, de hát még amikor fém fiatal voltam, akkor még volt sorkatöröles katonaság. És még úgy kellett megúszni a katonaságot. Ez fantasztikus, hogy már nincs sorkatöröles katonaság. Nem kell a fiamat attól féltenem, vagy a, 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 a gyerekeimet attól féltenem, hogy elviszik katonának két évre, és akkor ott nem fog tudni zsidóként élni. Ez elképesztő, hogy milyen, milyen jó időkben élünk. Ezért azt gondolom, ezt már korábban is mondtam, amikor, hogyha, tudsz hogyha szokták ilyen viccesen feltenni azok azt a kérdést, hogy <kül> hogyha választhatnál, hogy mikor szeretnél élni, akkor mit választanál? Mikor szeretnél élni, a valaha volt történelemben? Én, hogyha választhatnék, hogy mikor szeretnék élni, akkor azt mondanám, hogy ma. Ma. Biztos, hogy ma. Nem. Száz évvel ezelőtt, nem. Ötven évvel ezelőtt, nem. Kétezer évvel ezelőtt, vagy háromezer évvel ezelőtt. Ma. Ma szeretnék élni. Ma a legjobb. Ma a legjobb élni. Ma jobb, mint tegnap volt? És még jobb, mint tegnap előtt volt? Nem tudom, hogy ez meddig marad így. Nagyon remélem, hogy sokáig. De egyelőre úgy tűnik, hogy most a legjobb élni. És persze kinyitjuk a híreket, és látjuk, és, és, és bosszankodunk, és kinyitjuk a, és olvassuk a híreket, és, és rossz kedvünk lesz, és elkedvetlenedünk. De hogyha ha, ha, ha egy kicsit hátrébb lépünk, és egy kicsit megállunk és, és áttekintjük, és visszagondolunk, akkor azt lehet mondani, hogy soha nem éltünk ilyen jól. Zsidóként. Zsidó emberként pedig azt mondom nektek, hogy soha nem éltünk ilyen jól. A diaszporában feltétlenül nem. Az elmúlt 2000 évben feltétlenül nem. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy én ezért minden nap hálát adok a teremtőnek hogy szabad emberként, szabad, szabad emberként, szabad, ö, 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 szabad emberként gyakorolhatom a hitemet, gyakorolhatom a vallásomat, tudom felnevelni a gyerekeimet egy békés világban, ahol nem kell attól félnem, hogy mikor fogják, ö, mikor fogják besorozni. Száz évvel ezelőtt Oroszországban mindenkit elvitt a cári hadsereg, és elvitték a fiúkat, a gyerekeket 10-12 éves korukban, és soha többet nem jöttek haza. A legtöbbjük soha többet nem jött haza, és egy jó részük meg 20-25 évre elvitték a fiúkat. Most akkor valaki azt mondja nekem, hogy ez nem egy jobb világ, mint akkor volt, ezt kiröhögöm. Mi az, hogy nem egy jobb világ, ami akkor volt? Eleve, eleve a, 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 a ma Magyarországon, még egyszer, vannak, akik jobb anyagi helyzetben élnek, vannak, akik rosszabb anyagi helyzetben élnek. De szinte gyakorlatilag megkockáztatom, hogy azt, aki ezt a tanulást nézi, egészen biztosan van, lesz, mint egyen holnap reggel. Lesz mit tegyen holnap. Egészen biztos vagyok benne. És holnap után is lesz mit tegyen. Nem azt mondom, hogy sztéket, nem azt mondom, hogy, hogy kaviárt, nem azt mondom, hogy feltétlenül libamájat, de hogy lesz mit ennünk holnap reggel az asztalra tenni, holnap reggel és holnap vacsorára, az, ez, ez szinte száz százalék. És nagyon kevés ember van Magyarországon, akinek nincs mit tenni az asztalra, akár, akár, akár csak falat kenyeret. És az a kevés, aki van, vagy nem kevés, de az, azok, akik vannak, minden erőnkkel azon kell legyünk, hogy még kevesebb legyenek. Minden erőnkkel azon, azon kell legyünk, hogy még kevesebb legyenek. De, hogyha összehasonlítod, ö, olyan, statisztikát, olyan statisztikákat lehet olvasni, hogy, 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 hogy ma a világon. Tudjátok, mint egy tök jó kérdés. Ö, mi jobb ma egy átlagos életszínvonalon élni, egy magyarországi, nem is csak nem is Amerika, egy átlagos magyarországi életszínvonalon jobb élni, vagy pedig ahogy Rockefeller élt mondjuk a 20 években az Egyesült Államokban. És az igazság az az, hogy úgy tűnik, hogy ma egy átlagos, öm, egy átlagos életszínvonalon élő ember jobban él, mint ahogy a gazdagok éltek mondjuk 200 évvel ezelőtt, vagy 300 évvel ezelőtt. Mint hogy a király élt 300 évvel ezelőtt te jobban élsz, mint a, király, mint, mint a, francia királyát 300 évvel ezelőtt. A francia királynak ugyanis nem volt folyó a kastélyában, a francia királynak nem álltak rendelkezésre olyan gyógyszerek, amilyen nekünk rendelkezésre áll, neki nem állt rendelkezésre olyan egészségügyi ellátás, mint amilyen neked rendelkezésre áll. Ő nem, tudott, el, nem, tudott nem, tudta bejárni a, a, félvilágot úgy, ahogy te tudtad. Itt van Gágy Gyuri, jó estét kívánok, szeretet üdvözöllek. Ma egy átlag ember jobban él, mint egy francia király 300 éve. garantálom neked. A francia király nem élt meg 50-60 évet hanem meghalt valamilyen nyavajában. Ma az átlagos, átlagos életkor nyugat, nyugati, a nyugati világban, de Magyarországon is bőven 70 év fölött van. Bőven 70 év fölött. Akkor ki, ki, akarja nekem azt mondani, hogy ma rosszabbul él egy átlag ember, mint 300 évvel ezelőtt egy király? Hát jobban él ma egy átlag ember, mint 300 évvel ezelőtt egy király. Folyóvíz van, kimész, és mo most bárkinek, szinte bárkinek a lakásában ma van fürdőszoba folyóvízzel kinyitja a csapot, és van ivóvíz. Hát 300 évvel ezelőtt hol lehetett ivóvízhez jutni? Hol lehetett tiszta ivóvízhez jutni? Egy király nem jutott tiszta ivóvízhez. Ha, mikor akarnék élni, mi Miel, lenne a a az, a, az a pillanat, amikor élni szeretnénk? Most. Most. Nem tudom, hogy hol, ez csak azért nem mondom a holnapot, mert nem tudom, hogy a holnap milyen lesz. De most egyelőre biztos, hogy jobb, mint bármikor valaha volt. Ez biztos. Az, átlag, az emberi átlag életkor magasabb, mint valaha volt. A, 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 az egész világon, az egész világon beleértve az afrikai kontinent is, most a legalacsonyabb a szegénység. Az egész világon. És ez nem azt jelenti, hogy még nincsenek szegény emberek. Mert sajnos vannak. Sajnos vannak. De, 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 most van a legkevesebb szegény ember a világon arányaiban, mint amennyi valaha volt. Akkor tehát, aki azt mondja nekem, hogy ez egy, ez egy, aki azt akarja neked bebes, bemesélni, hogy ez egy, ez egy, rossz időszak, amiben élünk, az hazudik. Az nem mond igaza. Először is nézzünk körbe, a világon nincs sehol háború. gyakorlatilag nincsen sehol háború a világon. Olyan nagyméretű háború meg biztos nincsen. Még egy, még egy, 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 a mai világban egy, 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 egy iraki háború is eh, ahhoz képest, eh, ahhoz képest eh, hogy milyen, minek voltak a régi háborúk, ahhoz képest eh, elenyészül. Így is tragikus, nem, nem, mondom, ha egy ember meghal, az már tragikus, ne értsetek félre. Én csak azt mondom, hogy tömegek, tömegek, nem, nem, nem halnak meg ilyen mértékben. Kedves barátaim, elnézést, hogy ezt most ilyenre vettem ezt a témát, de ez, ezért jutottak eszembe erről a kérdésről, hogy szabad-e egy, szabad -e egy embernek politizálnia, vagy egy vallásos embernek politizálnia. Azt írja Csilla, nagynyám, még kilencem voltak testvérem, négy lett felnőtt, tessék. Hát száz ez, évvel ezelőtt ö, 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 minden harmadik gyerek élte meg a tíz éves kort. Ki akarja nekem azt mondani, meg, meg, meg ma meg bárki, szinte bárki, azt mondom, hogy bárki hozzá tud jutni a legalapvetőbb gyógyszerekhez, a legalapvetőbb védőoltásokhoz. Ács Laci azt írja, hogy helyi háborúk vannak, dörmény. Persze, figyelj, Laci, ne értsetek félre, ugye nem, nem fogok félreteni. Vannak háborúk jelenleg Örményországban, ugye látjuk, mi van Szíriában, és a többi. De, de, de. Olyan. olyan öm, hogy mondjam, olyan kontinenseken átívelő, vagy nemzeteken átívelő háborúk, azért azok, azért azok nem igen vannak. Vannak most is problémáink, én nem mondom, hogy nincsenek. Nem mondom, hogy nincsenek. Van most is rengeteg számos problémája van az emberiségnek. A szegénység az egyik közülük egyébként. Számos problémánk van. Csak az, én csak annyit mondok, hogy jobban élünk. Mindannyian jobban élünk, mint száz éve. Mindannyian. Még azok, akik ma nem élnek jól, ők is jobban élnek, mint ahogy éltek volna száz évvel ezelőtt. Én csak ennyit mondom. Kedves barátai, ma este eddig jutottunk, jó? Ha gondoljátok, akkor írjatok kérdéseket uh, holnap estére, és hogyha Isten segít, akkor tovább fogunk menni a hatodik fejezet második misnájával holnap este 8-kor. Várlak benneteket sok szeretettel. Köszönöm, hogy ilyen sokan megint itt voltatok. Uh, szép estét nektek! Sziasztok!